Nacsán, gondolom, ti is hallottátok a pletykákat, hogy kiveszik Bubát, amit sok TBD leakes oldal le is hozott. Viszont pár nappal ezelőtt a Behavior bejelentette, hogy Bubi bizony marad. Nem szabad mindent elhinni a leakeknek, ugyanez történt a Stranger Things-el is, ha emlékeztek rá. Mondjuk egy dolog miatt megért az egész dráma, hogy így sokan megjedtek és elkezdtek bubázni. Ebben a videóban három búrékos meccset fogtok látni, az első tanítóbb jellegű, a másik kettő pedig a szórakoztatásotokra megy rá inkább. Remélem élvezni fogjátok a videót. Jó szórakozást hozzá! Na, let's go! Hogy kell loopolni? Hát szerintem az első legfontosabb dolog, amit a loopolással kapcsolatban tudnod kell, hogy miért loopolsz? Miért loopolsz? Azért loopolsz, hogy a killernek húzd az idejét, ugye? Hogy minél több ideje legyen a csapatársaidnak megszerelni a geneket. Ugye ez fontos, hogy időhúzás a lényege. Szóval minden olyan dolgot kell csinálnod, amivel az időt húzod. És igazából ugye vannak paleták, ablakok a mapon, vannak összekötött loopok, meg tudod tanulni, hogy milyen loopok vannak a játékban, vannak TL volók, ami az egyik úgy néz ki, hogy egy T betű, a másik meg egy L betű, azért hívják TL volnak, úgy meg falnak. Az ilyesfajta jungle gymeket megtanulod, hogy ugye van a hosszú falu jungle gym, rövid falu jungle gym, ahol van egy ablak és egy palett, ezeket megtanulod, és megnézed, hogy hogy a legjobb. Hogy tudod a legjobban futni, hogy a lehető legkevesebb esélye legyen a killernek elkapni a téged, és a lehető legtöbb időt tud húzni, anélkül például, hogy ledobnál egy palettát. Hogyha ezt megérted, akkor onnantól kezdve átmehetsz ugye a bizonyos loopokra, sőt, amit még nagyon szeretek, ez az ilyen ultimate kedvenc tanácsom, amúgy nem szoktam osztogatni olyan tanácsokat. De ma jó kedvű vagyok, ingyen adom az első tanácsomat. Az az, hogy amikor loopolsz, akkor gondolom így loopolsz, igaz? Így mész körbe-körbe. Mert ugye ezt látod az emberektől, te is mész körbe-körbe. Amit fontos megtanulod, hogy próbálj meg oda simulni a loophoz. Látod a különbséget a kettő loopolás között? Nem csak, hogy a kamerát tartom, hanem hogy neki simulok a falnak, látod? Mert így sokkal több kör tudsz menni, mert a killer nem így fog utána jönni, hogy így körbe megy, hanem mint az állat simul neki, és sokkal hamarabb utolér, hogyha te így mész, akkor egy kör alatt, sőt lehet, hogy egy kört se tudsz menni, és már utolér. Szóval ez nagyon fontos. A másik meg, hogy megtanulod a kamerádat ugye úgy pozícionálni, hogy nem, neki nem kell mindig hátra nézni, ez egy tévhit szerintem a DVD-vel kapcsolatban, hogy állandóan hátra kell nézni. De hogy kell állandóan hátra nézni? Sokszor előre nézni, mert nem látod, hogy merre mész. De az tényleg fontos, hogy úgy tartsd a kamerát, hogy mindig lássad, hogy hol van a killer, honnan jön, melyik fal. Egyébként ez a jungle gym például, ez a jungle gym loop. Ezekre rá tudsz keresni, hogy milyen loopok vannak, és meg tudod nézni. Vagy lehet, hogy benne is fog csinálni videókat. Részletesen, hogy melyik loopot honnan érdemes. What the fuck, brav. Általában lépcsőknél, az a te... Nézd meg, ahogy futok, nézd csak. Látod? Mennyire simi-simi van? És nem tud olyan hamar gyorsan utolérni, látod? Bőven tudok menni köröket, mert ugyanúgy loopolok, ahogy ő. Csak aztán ugye ő elkezd gyorsulni, én nem gyorsulok már sehova. Szóval ezért fog előbb vagy utóbb utolérni. Ez már ugye egy inkább advanced taktika, amivel összezavarod. És pont azért csinálod, hogy minél több időt nyerjél. Ezeket a dolgokat azért csinálod, hogy minél kevesebb ideje legyen a killernek arra, hogy megfogja a geneket. Itt szerintem nagy bajba vagyunk. Meglátjuk, ez egy M-ban, nem M-ban, jó. Ezért jó, hogyha bubára játszol, mindig maradj ablakok közelébe, ahol ablak van, ott nem esett bántódásod, ott maximum M-banolni tud csak majd az öreg. Attól meg ugye nem kell féljél. Ugye mehetnek a bolondos fékek, tánc, ez egész egy tánc, ugye. És ó, izéje van, Tinkerer jár, vigyázzatok. Tinker elpróbált húzogatni, hogyha ablak közelében vagy, akkor mindig csak a kalapácsát dugja fel a seggedbe. Az igazából nem probléma, mert legalább tudom tethárdozni, ugye a buildemet is aktiválta. Nekem az egész buildem arról szól, hogy megsérülök, legalábbis a fele. Ott beakadtam, látod? Ezért le kell dobjam, mert beakadtam. Aha, ez egy lightborn, oké, erre nem számítottunk. Most eljátszom, hogy hülye vagyok, boom, tethárd. És mehetsz tovább, mert elhitte, hogy bolond vagy, meg akarod vakítani. Ez nem értem, hogy még hogy működik, de még mindig működik a killereken. Ezzel nyertem még egy kis plusz időt, nem fogjuk tudni megvakítani, arra készül, hogy nem lesz flashlight szív. Ő sajnos nagyon elrontotta, mert se paletta nem volt a közelében, mondjuk itt volt egy palett, de nem erre fele táncolt. Se ablak nem volt a közelében, ezért adott neki egy ingyen chainsawt. A chainsawt nem szabad megadni soha bubának. Hát, sajnos nem tudok mit csinálni vele. Nem tudok mit csinálni vele. Nem. Oh shit.
Jaj, de értem, azért bejön idáig, engem azért szeretne. GG. Hogy Vecna jönne a DBD-ben. Régebben voltak róla plecskák, de azok is ugyanúgy csak ilyen DBD leaksek voltak. Semmi olyan, ami legit info lett volna. Megint buba! Hát én beszarok amúgy. Ilyen nincs. Ez nemevilági történet. Nemevilági, hogy ennyi bubával lehet játszani. Hát ez a kedvenc DBD napom amúgy, a mai. Ez lesz a kedvenc... Na jó, ezért nyomok egy momentset ma. Hát ez a kedvenc napom. What the fuck? Mi az, hogy back to back izék vannak, bubik? Mindenki be van szarva, hogy kiveszik, beszarok. De jó, megsporoltuk. Na jó, el kell toljak egy momentset, kész. Ó, neki nem lesz szerintem lightbornja. Hát nem számítottam, hogy széttöri az öreg. Na, bubus, beszéljük meg. Beszéljük meg. Dia itt fenn van, üdvözlöm Diát. Meg Bili bácsit is. Vajon rám jön szerinted? Erőszakos a fiú, erőszakos. Aha, na gyere, folytassuk. Round 2, hey, wow, ki mondta, hogy elmehetsz? Bro, hát nem úgy volt, hogy játszunk. Bro. Nincsen God Palette, oké? Okay? It was at this moment that he knew. He fucked up. Akarunk róla beszélni? Ti is lagbot? Itt egy... Halljátok a... Hangom a kicsit... Előbb az meg a flashlight... Tomi Zsert... Tapicsa... Bamár! Na, hát nem hiszem el. Itt vagytok, chat? Kicsit mint a kép... Penyés... Remek... Valak... To... Na... Nem hiszem... Bár... El, na, hát hihetetlen. Már jó? Ja, hú... Jó, most már jó? Hihetetlen, érkezik a laggok ma? Elindítottam a momentet és belaggolt tőle, nem bírja, a Twitch szerveré nem bírják, nem tudom, nem hiszem el, hogy nem bírják megcsinálni, hogy ne laggoljon a Twitch szerver, hát sajnálom, pfff, tesó, itt meghalunk mind. És mind meghalunk, itt mind meghalunk. Az egy triple is lehetett volna akár. Úramatyám, ennyi időt tudtam, ja nem, azt hogy lefutott. Ja, azt hittem, hogy lefutott. Mondom, ennyi időt tudok neki nyerni. De lefutott, nem? De lefutott, akkor jó. Akkor pont jó volt. De ez úgy, hogy mendelnem kell. Na itt fixen soha nem kapsz el. Azért mondom, hogy fixen nem kapsz el. Hogy mendeljek? Kösz szépen. Addig jön visszafele a death hard, az nagyon jó. Nem, ez a kedvenc loopom, itt nem mehetek földre. Buba! Az bubító. Bubitta. It's okay. Na mi a... Na, írj be egy egyest, szerinted megkapjuk. Háromszor egymás után bubát. Írj be egy kettest, ha nem hiszel benne. Ha háromszor egymás után beadja bubát... Én nem tudom, chat. Én nem tudom, mit csinálok. Valamit ki kéne találni. Ja, csak kidobott, jó. Hány éve játszom ezzel a játékkal? Soha nem történt még ilyen, hogy háromszor... Sőt, kétszer sem dobott szerintem soha bubát, de háromszor az 100%-ot soha. Amenó. Kár, hogy nincs bubá sem mondtam, most azt kéne spamelni. Ameno, buba. Igen. Látom magam előtt. Ha el tudom képzelni, meg is tudom valósítani. Buba. Buborék. Mekkora makkos vagyok, ez ne, ennek semmi köze a szerencséhez. Ez Isten keze, Vodka. Ebbe égi erők vannak, akik a bubákat mozgatják. Tudják, hogy imádom őket, ezért velem kell játszanak. Bubi, buborék, az én bubám, a mi bubánk. Mindenki bubája. Háromszor egymás után, back to back. Soha nem történt még ilyen a világegyetemben, de most van rá esély, hogy két buba game után a harmadik is egy buborék legyen. Megtörténhet, el tudjuk képzelni, meta bevonzotta nekünk, let's go, ugyanaz a map,
Ez jó jel, ez jó jel. A map az ugyanaz. Ki a killer? Hol van? Hadd lássam. Hol van? Chat! Megcsináltuk! Megcsináltuk! De ez a fas, ott megy az öreg! Gyere! Gyere, ülj meg! Ülj meg, buba! Gyere! Megcsináltuk! Let's go! Let's go! Látod, aki egyet stírt? Annak igaza volt. A has nem is használja a fűrészt? Ő ilyen fűrész ellenes, lehet, hogy környezetbarát, és mivel benzines a fűrész, azért így tudod. Nem akarja feleslegesen használni. Jó. Majdnem fagyos lett. Azt a de beszartam egy pillanatra. Beszéljük meg, uram, beszéljük meg. Beszéljük meg, bubus, beszéljük meg. Itt nem hallhatok meg, már mondtam neked, ennél a lúpnál nem tudok meg... Nem tudok meghalni, de letapossa. Letapossa, mert speedet kapok tőle. Ja, nem nyomta. Fuck. Már azt hinni az emberek kihaltak, de még mindig vannak bubák. Ők soha nem hallhatnak ki. Te mit csinálsz most jelenleg, uram? Nagyon örülök neked, de nem tudlak követni, nem tudlak követni. Ha ki is veszik a bubát, tegyük fel, akkor is meg lehet venni, akkor se tűnik el a játék. Wow, bubi, 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 bubi. Ide dagadt vagy, apukám, ide dagadt vagy. Ojja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 jj
Ezt úgy hívom, hogy kukucs window. Kukucs! Kukucs! Azt hittem, biztonság vagy, mert beblokkoltad az ajtót. Mi? Jaj, adjuk már, csak kreatívnak kell lenni. Kreatívnak kell lenni ennyi. Az is lehet. Deri! Kuki! Na azért csak megvakulnék, nem Bubi? Én most bujkálok Buba jelenleg, aha. Jelenleg bujkálások. Hát megmondom őszintén. Szerintem az első nagy szakításom nem fájt ennyire, mint ahogy most a naplementébe ellovaglott a csávó, érted? Megy le a nap, mint a film, mint egy filmbe lettem volna. Megy le mögöttünk a nap, tudod, romantikus izé, minden, és így elsétál egyenesen mellettem, és mint aki észre se vett, miután belenézett a szemembe. Komolyan mondom, az első szakítás nem volt ennyire rossz, mint ez. Na jó, van mindegy. Kukucs! 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 Nem tudja, nem tudja. Azt hitt, te tudja, hogy bokorba vagyok, csak nem tudja melyikbe. Összekötöttem a bizniszt. Aha, itt már vannak komoly vadulások, ahogy látom. Buba, beszélj meg, beszélj meg, beszélj meg. Jó? Ne parázz rá, ne parázz rá. Aha. Aha, aha, lezártam, arra nem számítottam. Na jó, akkor jön a jó reg, a jó reg. Tek, áááá, bum! Megvakult a bolond! Na hát ez nem-e világi, ez a csávó nem-e világi. Én nem viszlek el, nem viszlek el, ez nem real life. Nem lehet ilyen a harmadik Buba in a row. Mert hogy tényleg egy külön faj lennének, amúgy. Bum! Véletlen, és egy nap sosincs kettő moments. És minden nap itt vagy, és aznap nincs, amikor nem vagy. Aznap van kettő rá, na hagyjuk már, ezt én se hiszem elhallott. Még én nagyon sok mindent elhiszek, de ezt már én is tudom benyelni. Nem jött még vissza teljesen a Death Heart. Úgy van, mindjárt elkészül a generátor, ha jól hallom. Figyelj, mindjárt bejátszom vele, hogy elbújok a bokorba. Szép, szép, szép. Nagyon szépen köszi a mai harmadik hype adatot nektek, srácok. Buba, nagyon rossz híreim vannak. Sajnálom szívem, sajnálom.
Meg kellett tölteni. Abba már nem tudsz belerúgni, abba már nem tudsz belerúgni se, és ez már elkészült. Bro. Viszont ezt tudod mit csinálok? Csak hogy nem fogok tudni detárdozni, mert ugye az adra miatt kimerültem, ha érted mire gondolok. Megvalósult. Let's fucking go. Let's fucking go. Köszi szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor kérlek nyomd rá egy lájkot, ezzel sokat segítesz az olyan kis youtubereknek, mint én. Uhú, vagy nem tudom mit kell mondani a sok lájkért. Ha nem tetszett, akkor pedig nyugodtan diszlájkold. Ha esetleg valami hozzáfűzni valód van, akkor nyugodtan írd meg kommentben. Találkozunk a következő videóban, Prada voltam, sziasztok! You make me move, you make me dance.